Na, szokás szerint kezdjük a nap kérdésével, hogy nekünk is van nap kérdése. Azt mondja, a kérdés így szólt, nem én fogalmaztam. Ön érti, hogy miért akarják lemondatni az úszószövetség éléről Bínert Gusztávot? Ezt a szerkesztőt találtak el, mindegy, hát jó, ő a szerkesztő. A válaszadók 47%-a érti, hogy itt körülnek a vendégek előtt, nem érti. És 53% nem érti. Vendégeink Lampi Ágnes újságíró, 168 órát, a Holoda Attila, aki Holoda Péter papája. Egyébként meg mellékesen. Miért? Itt kerültél be az egyenes beszédbe is. A fiad, mert egyébként minek hívtak volna? Hát egyébként teljesen felesleges lett volna. Igen, és a Peti 61 centivel született, és vérte haza a papa a cuccokat, amiket megvett előre. Így van. Kis Peti gyerek, és ilyen szép lakri gyerek. Szép nagy gyerek volt, így van. Latman Tamás nemzetközi jogász. Van valami közöd a sporthoz? Sportolok azon túlmenően, szervezetileg semmi. Szervezetileg nem. A maga félre tudom, hogy sportkedvelő. Hát igen, van ilyen a családban, igen, szó se róla. Most állítok az egyes beszélben, amikor a Péterre bent voltál, nem esett szó erről a botrányról, ami Bírnát és Gyárfás között van. Ezt így megbeszéltétek a Krúgemeniával, hogy tekintettel, ahogy válogatott a gyerek, te meg talán valamilyen tisztséget is töltesz be a... Nem töltök be tisztséget, hál' Istennek nem. Ilyenbe, de nem, hát nem, ahogy beszélgettünk róla, fölmerült, hogy esetleg szóba kerülhet, és mondtam, hogy szerintem nem. Nem a sportolók dolga ez, hogy ezt megbeszéljük. Jó, nézzük a mai ajánlatot. Egy titkos megfigyelő rendszerre adna lehetőséget az a tervezet, amit a hét elején nyújtott be a belügyminisztérium, állítja Péter Falvi Attila. A javaslat alapján egy központi helyre gyűjtenék a hatósági felvételeket és az állampolgárok adatait. A londoni atlétikai világbajnokság legnagyobb érdeklődéssel várt döntője a férfiak 100 méteres síkfutása volt. A versenyt az amerikai Justin Gatlin nyerte, a 9-szeres olimpiai bajnok Usain Bolt csak harmadik lett. A közönség azonban kifütyülte a győztest, mert korábban kétszer is megbukott a doping ellenőrzésen, egyszer 2001-ben, majd 2006-ban. Gatlin akkori eltiltása 2013-ban járt le. Bínert Gusztáv ma is megerősítette, hogy annak ellenére sem mond le az úszószövetség elnöki posztjáról, hogy egyre több világklasszis versenyző és edző is felszólította. Bínert arról is beszélt, hogy a Gyárfás Tamás elnökségihez kapcsolódó időszakból számos gazdasági szabálytalanságot tártak fel, aminek feljelentés lehet a következménye. Gyárfás a hétvégén nyílt levélben kérte Bínertet az üzengetések felfüggesztésére, és azt javasolta, hogy a Masters világbajnokság után álljanak ki egy nyílt vitára. Hát én jól ismerem Gyárfás Tamást, évtizedekig dolgoztunk együtt, tőle nem áll távol az ilyen... Hogy is mondjam, tehát látványos megoldás, hogy nyílt vitát javaslok, stb. Ám de itt konkrétumokról van szó, mert hogy Bínert azt állítja, hogy súlyos visszaéléseket tártak fel. Egyáltalán a jogász kérdezem, ilyen esetben mit lehet nyilvánosan megbeszélni és megvitatni? Gondolom, itt a nyomozóhatóságoknak volna a dolga valamit feltárni, vagy nem feltárni. Vagy barátján azt mondani, na, szeressük egymást, és akkor felejtsük el, hogy mi van. Nem is értem. Nem, hát ezt azt gondolom, hogy egyébként senki nem érti. Tehát nem is kell, hogy értsük. Tehát azért mentálhigiénés okokból úgy gondolom, hogy az ilyen dolgoktól nem baj, hogyha az ember távol tartja magát. Tehát amikor beindul az a fajta üzengetés, nem tudjuk, hogy kinek van igaza, megmondom, én őszintén megmondom, hogy engem nem is érdekel, hogy kinek van igaza ilyenkor. Hogyha vannak visszaélések, akkor annak meg vannak a megfelelő hatóságoknak, amik az a dolga, hogy kiderítse ezeket. Most az, hogy ki hogyan akar tülekedni a kondér körül és miért, az azt gondolom, hogy a normális embereket nem feltétlenül kell, hogy érdekelje. Amennyiben a pénzek ellopása vagy ilyesmi van, akkor azt persze ki kell vizsgálni. De igazából én nekem személy szerint megmondom őszintén, annyira tele van a bugyrom azzal, hogy a különböző sportszervezetek élén mindig a politika által oda teremtett emberek vannak, akik aztán utána ilyenekkel szórakoztatnak minket. Ágnes, pont ezt akartam kérdezni, szóval, hogy az ember belegondol, hogy ez a hentes műtőssegéd Csampa Zsolt lehet a Jószövetség elnöke, vagy Kocsis Mátéval szemben nem engedik indulni a sokszoros válogatott, tehát amikor oda is sem jutott el Farkas Ágnes, vagy egyáltalán jelölje. Amikor ilyen mocskosul a politikáról szól a sport, akkor mi lehet az oka annak, hogy Gyárfás nem adja fel, a Bínert kapaszkodik, egy csomó egykori világnagyság, a 4-szeres olimpiai darnyi levelet ír,
Szóval mi lehet a mögött? Maga mit lát? Szerintem pont a politikával mögöttem már, hogy abból a szempontból, hogy a sportolók törekednek, hogy valahogy kiszorítsák a politikát ebből a sportából. Gondolja, hogy itt ez történik? Szerintem ez is benne van, hiszen arról is szó volt, és azért, hogyha megnézzük az ő indoklásukat, az, hogy azt szeretnék, hogy egy picit a szakma térjen vissza az úszó sporthoz, és ami persze lehet, hogy naivitás, meg nyilván az, hiszen mindannyian fel tudunk sorolni jó néhány sportágat, ahol a politika igencsak beszeretne szakadni. Vagy mindegyik az, és ha Bénet Gusztávot nézzük, azért ott is igencsak erős politikai hátszél volt az, hogy ő abba a pozícióba végül is bekerülhetett, és szerintem most picit arról is szól, hiszen már a Fűrjes Balázs neve is felmerült, mint esetleges utód, aki hát szintén nem áll távol, fogalmazunk finoman a politikától. Tehát én nem arról beszélek, ez naivitás lenne nyilván azt mondani, de talán azt is lehet látni szerintem, de én se látok bele, tehát én is csak találgatok ebbe, de azt, hogy a sportolók is az, hogy ilyen látványosan, ilyen együttes módon és formában fölállt, és határozottan cselekedtek és léptek, azért azt szerintem jelzés értékű ebből a szempontból. Sok minden tudhat volna a kérdés, hogy akarja exponálni magát ebben az ügyben. Nem ide tartozik, csak most az életési irodalomban Kis János a 70-es Kennedy Jánost üdvözölte egy egész oldalas írásban, és ebben visszaemlékszik arra, hogy annak idején a kárta aláíráshoz hogy ment. Hát úgy, hogy Kennedy fogta magát és ment körbe. Na most ez se úgy történik, hogy összefutott a Darnyi, meg a Székely Éva, meg a nem tudom kicsoda, hogy na, írjunk egy levelet. Hát nagy valószínűséggel. Nem te szervezted? Hogy történt ez a dolog, ez borzasztó nehéz kideríteni. Biztos, hogy volt valaki, aki kezdeményezte. Én szerintem nem elegáns annak, aki már távozott egy posztról utólag belemenni ilyen vitába, még akkor sem, hogyha ezzel kapcsolatosan vannak jelzések mondjuk a Bínet részéről, hogy milyen visszaélések történtek. Az, hogy a politika belefolyik a sportba, az azért nem új dolog. Tehát azért a szocialista rendszerben is így volt mindig, csak akkor a tanácselnököknek meg a pártitkároknak voltak egyesületei. Úgy látszik, hogy ezt a rendszert ezt nem sikerült meghaladni. Én alapvetően az üzleti életből jövve, én mindig annak voltam a híve, hogy valami fajta menedzser szemlélettel kell egy ilyen szövetséget irányítani. Tudom, elhangzott, nagyon sokan elmondták, hogy de itt azért mégiscsak olyan kell, aki nem csak tisztán menedzser, hanem érti a sportágnak a működését is. Való igaz. Bocsánat, hogy közbevágok, de itt van például Kulcsár Krisztián, a Nemzeti Olimpiai Bizottság elnöke. Menedzser, a Nemzeti Bizottság főtitkára volt, nyelveket beszél. Hát szóval nem egy Gulyás Gergely beoltott német Szilárd. De ha megtalálták Kulcsár Krisztiánt ilyen zseniálisan, akkor miért nem lehet? Ez így van. Ezt nem értem. Ezt én se értettem. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a Bínátot megszavazták annak idején, fél évvel ezelőtt. Fél év alatt egy ilyen szövetségnél, különösen amikor van közben egy ilyen nagy világesemény, nem nagyon egyszerű azért komoly dolgokba vele nyúlni. Hogyha megadták neki a bizalmat, akkor én még adnék neki, mint ahogy a menedzsereknek is szoktak, nem lehet 2-3 hónap alatt csodát tenni, és az sem meglepő, hogy egy adott szervezetben meglévő korábbi előnyt élvezők, azok nem veszik szívesen azt, hogyha ezek az előnyök megnyilválásra kerülnek. És azért ez is benne lehet ebbe a dologba. Én azt gondolom, hogy lehet tiszta körülményeket teremteni bármilyen sportszövetségnél, hogyha akarják, hogyha tisztán politikusok vezetik, és én azért a Bínátot egy kicsit távolabbnak tartom ettől, mert azért nem egy Kocsis Mátéról, meg nem egy Németh Szilárdról van szó, ha már ilyen nagyságokat említettünk, hanem valami fajta politikai támogatása van, épp úgy, mint a Nemzeti Olimpiai Bizottság elnökének. Én még egyszer azt mondom, hogy a gyárfásnak az ilyen jellegű reakcióját én nem tartom elegánsnak, gondoljunk csak abba, hogy Borkai mit mondott, amikor őt leszavazták, azt mondta, hogy volt ő már versenyeken második helyezett, nem örül neki, de tudomásul veszi és gratulál a győztesnek. Egyetlen egy dolog, ami csak lát, az, nem, hát szerintem szorosan a témához kapcsolódik. Ugye Holod Attila fia Péter Amerikai Egyetemen tanul, ugyanúgy, mint a Bohusics is. Előtt Amerikai Egyetemen tanult a Cena Attila, a Kovácság, és lehetne sorolni nagyon sokan. Hát onnan jött Hosszú Katinka is, az egy másik kérdés, hogy a londoni olimpiát hogy tette tönkre az edzőre, hogy nem, de ebben most nem menjünk bele, hanem abba, hogy én Szegeden jártam egyetemre, Latman Tamás az ELTE-re,
Még a középiskolában voltak kiegyezett bajnokságok. Tehát, hogy nem jártam egy hétig edzésre, és már igazgatóhoz küldtek, hogy mi az, hogy nem játszunk, amikor döntő meccsek előtt vagyunk. Tehát még nálunk a 60-as évi gimnáziumban volt valami jelentősége. Nálunk valahogy az egyetem kellene, úgy, hogy, és akkor már a politika sincs talán benne, vagy nem tudom, mit gondolhatom, Tamás. Az politika, azt gondolom, mindenképpen bizonyos mértékig a hajlama mindig meg lesz, hogy beavatkozna a dolgokba. Az igazából a kérdés az, hogy mondjuk egy sportszövetség esetében az ott lévő hiteles személyek, a sportolók, akikből szerintem, akik tökéletesen alkalmasak arra, és egy viszonylag rövid aktív karrier okán szükséges is, hogy belülük nőjenek ki a sportmenedzserek igazából, hogy ez nem nagyon tud megtörténni, annak én abban látom az okát igazából, hogy maga a politika olyan szinten proaktív módon behatol a sportszervezésbe, hogy igazából tere sem marad annak, hogy ott saját magában kinőjenek a különböző szervezetek. Én lehet, hogy olyan vagyok, mint a Móriczka, akinek minden ugyanaz jut az eszébe, de én itt is azt látom, hogy alapvetően az állam maga, mint olyan ráépült, rágyógyult erre a témára is. Tehát nincsen az a szabadság, nincs az a független mozgás, az a mindentől való függetlenség. Az állami szponzoráció egyfajta rabigát is jelent a sportszervezetek esetében. Jó. Még beszélhetnénk erről a témáról, de menjünk tovább, nézzük a következőt. Egy titkos megfigyelőrendszerre adna lehetőséget az a tervezet, amit a hét elején nyújtott be a belügyminisztérium, állítja Péter Falvi Attila. A javaslat alapján egy központi helyre gyűjtenék a hatósági felvételeket és az állampolgárok adatait. Hát tisztázok ezt a központi, ez egy szerver valójában, vagy egy több szerver összekapcsolva, mert itt olvasom, hát nem akartam elhinni. Rendőrség, közterületfelügyelet, személyszállítás, közútkezelő, úti ellenőrzésre jogosult, és még egyéb kijelölendő szervezetek által készített felvételek és adatok kerülhetnének így egybe. Most csak úgy abszolút tök hülyeség a hasamra ütök. Tehát, hogyha mondjuk egy nemi beteg gondozónál van egy kamera, amelyik a kezelésre, azt összekötik, mit tudom én, mondjuk a közigazgatásban dolgozókkal, akkor már kapásból ki lehet szúrni, hogy ki az észes, vagy ki nem. Most csak egy hülye példát mondtam. Vagy nem hülye példa? Ez nem hülye példa. Az adatvédelem és az adatkezelésnek a szabályai pont azt próbálják megakadályozni, hogy ilyen mértékű túlhatalom alakítható legyen. Ez a hülye példa, amit én most itt hasonlítok. Nem, ez egy tökéletesen jó példa. Egyébként különösen egy olyan az, hogy Magyarországon nemrég olvastam egy cikket a nemi betegségek elterjedtségéről, és mekkora probléma, hogy iszonyatosan nagy a látencia, mert a magyar társadalomban ez olyan téma, ami rögtön megbélyegzi az embert. Tehát pont, hogy nem volt egy hülye példa, ez egy nagyon is találó példa volt, mert valakiről elterjed mondjuk a közszolgálatban, hogy mondjuk éces, akár igaz, akár nem, akkor a társadalmi és egyéb kapcsolatainak vége. Tehát az adatvédelmi szabályoknak pont az elég, elég egy képet feltenni az internetre, ahogy éppen persze, a László kórház osztályára megy. Hogy aztán rokont látogat, vagy éppen... Vagy hogy a bőr és némbeteg gondozó, ami egyben van, hogy éppen mi a problémája, azt már senki nem fogja megkérdezni, lehet, hogy valami kiütés a kezén. Ez durva példa, de hát... De nem, ez egy nagyon jó példa, és ilyeneket pont az egyik, hogy ki, ezeket az extrém példákat kell mondani, hogy mindenki megértse. Nem tudom, hogy ez most pontosan hogy fog kinézni, itt alapvetően arról van szó, hogy egy egységes adatbázis legyen elérhető, hogy ez hány szerveren van, hogy van letárolva, az egy technikai kérdés. A veszélye minden egyes ilyen javaslatnak pont az, hogy az a fajta adatkoncentráció rettenetesen kiszolgáltatottá teszi a polgárokat az államnak, vagy bárki mással szemben, aki azzal szeretne visszaélni. Igen, az érdekes, hogy az a Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság elnöke, aki nem nagyon szokott kritikus véleményeket megfogalmazni, éppen ő. Vajon miért? Igen, egyébként éppen ezzel lepődtem meg én is, pont amit ön is mondta, hogy azért az ő szavát nem annyira szoktuk hallani ilyen esetekben, és most nagyon erősek azok a mondatok, amiket én gyorsan elmondhatom, mindent. Tetszik neki? Azt mondja, az egyenként történelmi megkeresések mellőzhetők. Tehát amikor ugye a bírói jóváhagyással lehet valamit kikérni, most úgy summásan lehetne. Aztán nem csak utólag, hanem folyamatosan és egyidejűleg is lehet megfigyelni. Azt mondja, na mindegy, szóval... Igen, csak két dolog ez. Egyrészt a jogi részét az nagyon érdekelne. Tehát ilyenkor mindig az szokott lenni, amikor egy ilyen típusú, egyébként nagyon veszélyes mondjuk helyzet teremtődik, akkor amikor az ember megkérdezi a politikusok, akkor mindig azt mondják, hogy ó, jogilag ez rendezve van, ne tessék ezen agolni, tessék elolvasni a jogszabályt, minden le van zsírozva. Úgyhogy ezért én is kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a háttere, és hogy lesz ez megindokolva. A másik pedig az, hogy valóban, ha az ember az elmúlt heteknek a adatbotrányait gondol, akár csak a BKK
ügyre, akár hogy hogyan lehet adatokat megszeretni, kiszivárogtatni, én nem gondolom, hogy a mi adataink bármilyen szinten biztonságban lennének. Tehát én azt gondolom, hogy ha itt bármelyik hatóság egyébként a mi adatainkat meg akarja szerezni, akkor erre biztos vagyok benne, hogy a lehetősége, ha nem is van meg, de meg tudja szerezni. Úgyhogy én ezzel már rég túl vagyok, hogy persze nyilván ez számít, és nyilván ez nagyon fontos és veszélyes, de szerintem jelenleg már a mi adatainkat szerintem könnyedén el lehet érni, akár etikus hekkerként, nem etikus hekkerként, de ez már olyan technikai szinten van, ami szerintem... Olada Attila volt helyettes államtitkár, Szabálani évig dolgozott magas beosztásban a MOL-nál, egy csomó külföldi kiküldetése a magáncég. Szóval, hogy erre azt szokták mondani, hogy akinek nincs takargatni, valahogy az ne féljen. Igen, persze ez mindig lehet indok arra, és az ember, amikor belegondol, persze, hát ha nincs takargatni valom, akkor ne féljek. Itt az alapprobléma az, amiről az elején elindult a beszélgetés, hogyha nincs takargatni valója az embernek, akkor is tudnak belőle kreálni, főleg egy ilyennel. És ugye nem véletlen, hogy a Péter Falvi Attila ezeket sorolta föl, mert itt az alapprobléma, és ugye nyilván amerikai filmekben mi is látjuk, hogy követnek le hirtelen valakit, akit le akarnak követni a különböző kamerák összekapcsolásával, de ott mindig ott van az, még az amerikai filmekben is, hogy ehhez ügyészi vagy bírói engedélyre van szükség. Itt pedig pontosan ezt akarják kiküszöbölni, ami azt a fajta kiszolgáltatottságot, amit a Tamás említett, az olyan fokra emelni, hogy gyakorlatilag hát tényleg mindenünket megfigyelhetik, és mindent mindennel össze is kapcsolhatnak. Tegye fel a kezét, akinek eszébe jutott ez a rendkívül közhelyes dolog, hogy József Attila ezt már megírta. Hát hogyne. Az a baj, hogy én semmilyen verset nem tudok kívülről, és még a címek sincsenek a fejemben. Hát persze, tudja valaki elmondani ezt az adott strófát? Úgy kezdődik, hogy számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktába írják, miről álmodoztam, és azt is kiírti meg, és nem sejthettem, mikor lesz elég ok, előkotolni azt a kartotékot, mert jogom sérti meg. Így van. Nincs olyan nap alatt, ebből is látszik. Nincs olyan. Egyébként is, ha először egyiket. Roppant közhelyes, de annyi új azért van, hogy József Attila időszakához képest most már az adatvédelem tekintetében egy kicsit tudatosabban gondolkodunk, és Péter Falvi Attilával nekem valószínűleg sokkal több téma van, amiben nem értek egyet, mint amivel egyet értek. Ugyanakkor azt úgy tudom, hogy azért a hivatalban dolgoznak a környékén olyan tényleg kiváló adatvédelmi szakértők, akik nyilván ez a mostani dolog, ez nem feltétlenül Péter Falvi Attila személyes álláspontja, ez teljesen rendben van, de úgy látom, hogy kapott olyan anyagot a saját beosztottaitól, amik szakmailag korrektek, és vezetőként azt mondta, hogy igen, akkor ebbe így be kell állni. Egyébként azt lehet észrevenni a kormányzatnak a mostani ambíciói és új ötletei kapcsán, utalnék itt például a közigazgatási főbíróság ötletére, hogy még a rendszerrel egyébként viszonylagosan baráti viszonytápoló rendszer által kinevezett vezetőknél is kezd egy kicsit betelni a pohár és az extremitásokra, azt mondják, hogy na jó, akkor itt most álljunk meg egy kicsit, meglátjuk, hogy ez a fajta trend ez hova fog elvinni. Én azt gondolom, hogy ebben a témában Péter Falvi Attila és az adatvédelmi hatóság inkább dicséretet érdemel, mert reálisan meg állnak hozzá a problémához. Nagy kérdés, hogy mi megdicsérjük, nagy kérdés, hogy utána majd átmegye, és hogy egyáltalán megvalósul-e. De mindegy, de legalább most megszólalt. Azért bocsánat, csak... egy valamit hagyj egy valamit még meg, mert ez azért gyakorlat most már az elmúlt 7 és fél év alapján, hogy ezeket a nagyon-nagyon érzékeny törvényeket, meg amik jelentősen befolyásolhatják életminőséget, energiát, gazdaságot, sok egyéb más, saláta törvényekbe pakolják bele, azaz, mint hogyha kifejezetten az lenne a cél, hogy az lenne a cél, hogy valahogy ott elsikad a többi Attila, de őszintén, megjelentek az új plakátok, amelyek ugye a plakátörvényre tekintetlen egy magánember kezdeményezésre finanszírozásában kerültek ki. Ki tudja azt, hogy mi az, hogy bérunió? Mert a szöveg, hogy van valami, hogy egyenlő munkáért, egyenlő bér, szóval ilyen európai, ez bérunió. Na ki tudja, hogy mi az a bérunió? Már amit, hogy... Hát az a jobb oldalon nagy betűvel kiírva. Minek hazudja? Tehát, mi a kérdés? Az, hogy én tudósítottam a Jobbik kongresszusáról az altv.hu-t, és ott a szerintem elég unalmas és szenvedélymentes beszédében a Vona Gábor 10 percig beszélt a bérunióról. Jó, de azt tudjuk egyébként, de hogy... De rajtam kívül senki nem tudta, hogy mi az a bérunió, én csak azért, mert nincs benne a köztudatban. De tudjuk, mi ez a bérunió? Tudjuk, hogy ez egy átverés, ugye? Szóval meg lehet nézni az Európai Bizottság határozatát, amivel engedte ezt az európai polgári kezdeményezést.
első cikk, második bekezdés. Tessék elmondani nekünk, hogy röviden miről van szó már. Ez a Jobbiknak az Európai Bérunióval kapcsolatos európai polgári kezdeményezés, hogy mindenhol azonosak legyenek a bérek, ugye ezt hívja a Bérunió náluk. Hogyha valaki megnézi az Európai Bizottságnak azt a határozatot, amivel engedélyezte ennek a megkezdését és az aláírásgyűjtését, első cikk, második bekezdés nagyon világosan kimondja, hogy ez a kezdeményezés meg a támogató aláírások sok mindenre vonatkozhatnak, kivéve a bért. Meg a munka, sztrájki jogot, szakszervezeti jogot. Akkor mit nyomja ezt a Ez egy átverés, ez egy PR trükk, ez arról szól, hogy olyan téma, amire nagyon sokan ráindulnak. Nem, hisz a kongresszusi beszédének egyharmadában ezt nyomta. Persze, mert kitaláltak egy olyan dolgot, ami jól hangzik, majd amikor ez a dolog véget fog érni az aláírás gyűjtés, és ha mondjuk sikeres lesz, és majd az Európai Bizottság azt mondja, hogy na de hát gyerekek, nagyon világosan le van írva, hogy a bérről nem szólt a dolog, úgyhogy most lehet hazamenni, akkor majd az lesz a kommunikációs mondás, hogy hát az EU elgáncsolta, pedig milyen csodálatos volt, hogy mondom, meg lehet nézni, nem én találom ki, fönt van az interneten, pont ma délután írtam róla a Facebook page-emen, meg lehet nézni, ez egy átverés, úgy, ahogy van, akkor most, Ágnes, ha jogilag az egész alaptalan, kettő, ha rajtam kívül senki nem tudja, mi az a bérunió, de én is csak tévedésbe elmentem, akkor mit, csak hetszelik a Fidesz? Hát azért, hogyha a Jobbiknak a stratégiáját nézzük, azért elég sok érdekes kezdeményezése szokott lenni a Jobbiknak. Most mondhatnánk itt, szerintem mindannyian tudnánk jó párat mondani, elég a legutóbbira gondolni. Szerintem ez ennek egy része. Ja, hogy a nyolc általánosra. Igen, arra gondoltam. És hát szerintem mondhatunk korábban is, korábbról is. Tehát a Jobbik mindig igyekszik. De hát ma reggel a rádióban valami olyasmit hallottam, eldobtam az agyam. Hogy hát vannak idős nénik, bácsik, akik annak idején 6 elemivel befejezték, stb. És Dúró Dóra azt mondta, miért egy-két hét alatt pótolhatják. Hát, ebből is látszik, hogy a Dúró Dóra mennyire ismeri a való világot tényleg. Jó, de hát ez szavazatszerzési. De kérdez az öregek otthonában ilyen kihelyezett, felkészítő tanfolyamoknak. Ezt úgy elképzelem, nem? Most akkor képzeljük el a szituációt, hogy mindenkinek van 8 általános végzettsége, akkor az lesz a következő, amikor azzal jön a Jobbik, hogy jó, de akinek 2,5-es átlag alatt van, az ne szavazhasson. Jó, azért mondom, hogy ez csak egy szöveg. Említetted a Borkai Zsoltot, aki ugye nem lehetett volna polgármester, ezért külön törvény lesz. Például nem tudom, de a Csampa Zsolt, meg a Széchenyi, a Német Szilárd, ez felmentést fog kapni, mert ugye ránézésre nem nagyon nézem ki belőlük a 8 általános. Pedig van nekik, hogy ne. Igaz, hogy mindent elkövetnek, hogy ez ne tűnjön ki az ő megnyilvánulásokból, de van nekik. Hát egyébként a Bérunióban az az egyszerű, meg ebben a 8 általánosban is, hogy egyszerűen emészthető, félig meddig igaznak tűnő dolgokat dobnak be, mert sokkal egyszerűbb ezt bedobni, hogy bérunió, mint azt elmagyarázni, hogy a termelékenység viszonya a különböző országok között, az Európai Unión belüli országok között, az nem azonos, ebből következően nem is lehet azonos bért szolgáltatni. Hollandiában egy hektár földön 15-szörös értéket állítanak elő. Meg azt is tegyük hozzá, hogy ugye a Fidesz, mint kormány, az mint népszerű, de európai vonalon egy Európa ellenes képet visz magával többnyire. Viszont a magyar választók nagyon nagy többsége még mindig EU párt, és a Jobbik Igen. erre érez rá, hogy egy pozitív dologgal próbálja lenyúlni az EU pártibb szavazókat a Fidesz vonaláról, ami egy egészen fura dolog, hogy a Jobbik hirtelen elkezd EU párti dolgokat. EU zászlót égettek valamit. Usain Boltot nem muszhatjuk meg, mert szerintem Federer mellett a világ legnépszerűbb. Jó, Federer megvetett nyilván, de mégis. Szóval nem nyerte meg az utolsó versenyt. A londoni atlétikai világbajnokság legnagyobb érdeklődéssel várt döntője a férfiak 100 méteres síkfutása volt. A versenyt az amerikai Justin Gatlin nyerte, a 9-szeres olimpiai bajnok Usain Bolt csak harmadik lett. A közönség azonban kifütyülte a győztest, mert korábban 2-szer is megbukott a doping ellenőrzésen, egyszer 2001-ben, majd 2006-ban. Gatlin akkori eltiltása 2013-ban járt le. Na hát van köztünk egy dopping szakértő. Nem, aztán 2001-ben amfetamin találtak, azt mondta, hogy ez
gyerekkori betegsége miatt szedi. Arra nem tudott már mondani semmit, hogy a 2006-ban tesztoszteron túlságosan magas volt a mértéke. Londonban az Usain Bolt is védeni próbáltam, olyan gyűlölet vette körül, hogy volt pofája visszajönni, kétszer eltiltották, és még meg is veri. És te, mint sporthoz közel álló ember, most tényleg nem fogsz ízlak a Péter. Mit gondolsz erről? Én azt látom, hogy az élsport az egyre inkább abba az irányba tolja el az élsportolókat is, meg magát, akik ebből a sportból élnek, meg az összes üzleti környezetét, hogy van egyfajta szándék abba az irányba, hogy dopingoljanak, mert nem tudnak másképp eredményeket elérni, hatalmas pénzek mozognak itt, és egy kicsit ilyen, mint a rendőrség és a maffia közötti verseny, futás van. Nagyon sok esetben azt látja az ember, akár állami szintre emelve, lásd orosz sportolók hasonló jellegű lebukása nem is olyan régen, hogy a sport és a politika, meg a politika által okozott kényszer, meg a gazdaság által okozott kényszer, az bizony belevisz ilyen területekre sportolókat, és akik tiszták maradnak, mint a Usain Bolt, éppen most láttam egy listát arról, hogy kihozogatták azokat a korábbi nyertesek közül, akik nem voltak valaha is eltét, vagy ő volt az egyetlen, aki soha semmilyen nem volt eltét. Gyorsan a jogászhoz egy kérdés. Nagyon nehéz ez. Azt ugye tudjuk, hogy az amerikai maffia az alkohol tilalom időszakában erősödött meg. Én a magam részéről, mivel a lányom férje balettáncos, aki egészen elképesztő fizikai képességekkel kell, hogy rendelkezzen, mondjuk letáncolni szombat-vasárnap kétszer-két előadás borzalmas. Balistékok 23-at forog. Miért kell pont itt most vizsgálódni, meg dopingolni? Ha vállalja, vállalja. Mármint, hogy... Hát én a doping liberalizás mellett vagyok, ellenőrzés mellett. Alapvetően az a baj, hogy az emberek nagy többsége, aki szurkoló, aki sporteseményeket néz, drukkerként részt vesz, tiszta versenyt szeretne látni. És persze mondhatjuk, hogy az is tiszta, hogyha mindenki egyformán dopingolhat, de akkor is az már bezavar a képbe, szerintem ezért ez nehezen elfogadható. De miért egy balettáncos? Hát múltkor néztem, a Barisnyikov fogadott 10 dollárba egy amerikai balettáncosra, és az utcai cipőt levéve 100 zoknyba 23-at forgott egy lendülettel. Álljon már meg! Iszimbaja van, meg ugrált a hetente a világcsúcsokat. Ez egészen akkora képmutatás, hogy valami elképesztő. A cirkuszban érdekel engem, hogy az erőművész mit szed? Nem csak ott nincsen egy kifejezett versenyhelyzet. Talán, hogyha a különböző cirkuszok programjait összehasonlítjuk, akkor ott már lehetne, hogy ez számítson, igen. De azért olyan verseny, amíg olyan világverseny, ami sok pénzt csinál, nincsen, ahol egymás mellett 6 porondon, 6 különböző cirkusz lép fel egyszer ugyanazzal a számmal, és a közönség válasz köztük, addig ez nem lesz probléma. Ráadásul szerintem nem elhanyagolható tényező, amit te is említettél, hogy azért a Boltnál soha nem találtak semmit, és mégis sikerült egészen elképesztő eredményeket sok-sok éven át elérnie. Hát ez a passzasson a természet csodája. Hát az egy dolog, a természet, ha már ugye a természet csodája, akkor nyerjen ő, anélkül, hogy ebben bármilyen egyebet lehet. Miért nem a természet csodája? De ő is nyer, és nála se találtak soha semmit. És egy gondolat még hozzá, csak egy pillanat, hogy nagyon érdekes volt látni, biztos láttátok ti is a közvetítés, meg ezt az egészet, hogy azért, ha már cirkusz, hát azért volt itt egy nagyon komoly show műsor is, ebben a tekintetben, ami szintén nagyon fontos része. Hát jó, hozzátartozik, csak tegyük hozzá, hogy térdre borult. Mindegy, fejezzük be azzal, amit a Usain Bolt fölkapta a vizet. Azt mondták, doping? A londoni olimpia előtt 20-an futottak 10 másodperc, vagy 19 alatt, vagy hogy is? Na, már hülyeséget nem akarok mondani. A 200-on? Nem, 100-on. Nem, 100-on, akkor 9 másodperc. 9 másodperc, igen, most meg 7-en. És akkor aztán talán azért, mert erősebb a doping ellenőrzés, erre a Usain Bolt. Na mindegy. Ki érti, hogy mi van az úszásban? Azt mondja, hogy egyre kevesebben értik, 57% nem érti, válaszolók 43%-a érti. Jó, a szerkesztőhez kérdezte, találkozunk holnap.